Gondolkodtál már valaha azon, hogy vajon a Loch Nessi szörny tényleg létezik-e, vagy az egész csak egy kitaláció? Esetleg azon, hogy az egyiptomiak hogyan építették hatalmas piramisaikat? Ha igen, akkor ez a videó garantáltan elnyeri majd a tetszésedet. 10 megmagyarázhatatlan jelenséget mutatunk be ma nektek, jó szórakozást kívánunk hozzá! Első. A gabonakörök megmagyarázhatatlan rejtélye. Az első gabonakört 1966-ban egy ausztrál farmer fedezte fel, aki azt állította, hogy látott egy repülő csészealjat felszállni erről a pontról. A korai gabonakörök primitív, körkörös mintázatú, lapított növényekből álltak, amelyek rejtélyes körülmények között mindig éjszaka készültek, ezért az emberek űrlények tevékenységének tekintették. Akkor jelentek meg először, amikor az űrtörténetek és a repülő csészealjak nagyon populárisak voltak a filmekben és a könyvekben. Azóta ezek a gabonakörök rengeteget fejlődtek, sokkal komplexebb formában is megjelentek. Ami egykor olyan lenyűgöző volt bennük, hogy éjszaka jelentek meg, és nagyon rövid idő alatt elkészültek. A rejtélyt végül két angliai férfi fedte fel 1991-ben, amikor bevallották, hogy ők már 15 éve készítik ezeket a misztikus alkotásokat. Egy másik elterjedt szóbeszéd volt az, hogy a repülőcsészealjak nitrát lerakódásokat hagytak a helyszínen, és ezek okozzák ezeket az érdekes alakzatokat. Azonban mára már erre is választ kaptunk, ezeket az anyagokat ugyanis a farmerek használták műtrágyaként. Második. Testen kívüli tapasztalatok. Évezredek óta rengeteg ember a világ számos kultúráiból állította már, hogy tapasztalta ezt a bizonyos testen kívüli érzést. Egy nagyon élethű érzésként írják le, mely úgy értelmezhető, hogy az elme és a lélek különválik a fizikai testtől. Sokan ezt a jelenséget bizonyítékként tartják a spirituális valóságra és a halál utáni életre. Azok, akik azt állítják, hogy tapasztalták már ezt az állapotot, úgy írják le, hogy elhagyjuk a saját testünket és külső szemlélőként tudunk rá tekinteni. Ti hisztek az ilyesmiben? Harmadik. Piramisok. A gízai piramisok Egyiptom igazán speciális építményei. Még ma sem tudjuk biztosan, hogy milyen technikával építették fel őket nagyjából 5000 évvel ezelőtt. Gondoljatok csak bele! Ezeknek a piramisoknak a felépítése még azelőtt megtörtént, hogy az emberek feltalálták a kereket. A Keops piramis egy 40 emeletes épület magasságának felel meg, és egy akkora területet borít, amelyen 10 futballpálya is elférne. Több mint 2 millió darab hatalmas kőből épült, melyek súlya egyenként 2 és 5 tonna között mozog. Ezek a kövek egyébként egy olyan mészkő lelőhelyről származnak, amely a Nílus másik oldalán található, tehát még a szállításukat is meg kellett valahogy oldani. Tudósok becslései szerint a piramis felépítése 400 ezer embert igényelt, és 20 évig tartott. Negyedik. UFO-k. Az első jelentés, miszerint UFO-kat láttak, 1878-ban történt Texasban. Egy helyi farmer azt állította, hogy látott egy hatalmas, sötét, körkörös formájú repülő objektumot óriási sebességgel száguldani a levegőben. Az 1950-es években rengetegen jelentettek ilyen esetekről, minden jelentés hasonló módon számolt be róla, egy körkörös formájú repülő csészealjként írták le, amit láttak, amely elképesztő manőverekre képes. Egyes magyarázatok szerint ezek valójában repülőgépek, helikopterek, meteorok vagy akár távoli bolygók voltak, amelyeket bizonyos pillanatokban szabad szemmel láthatunk. 5. Belmezarcok. 1971-ben Belmezben, egy kis spanyolországi faluban Maria Pereira azt állította, hogy egy emberi arc a semmiből jelent meg a konyhája cement padlóján. Ez nem sokkal azután történt, hogy szétverte az ajzatot és újra padlózta. Idővel egyre több és több arc jelent meg a konyhájában, amely rengeteg látogatót vonzott. A nő felfedezte, hogy a háza, ami 1830 körül épült, egy olyan temető fölött fekszik, amit egykoron a rómaiak, a spanyol muszlimok és a középkori keresztények használtak. A paranormális jelenségek kedvelői szerint ezek az arcok a telekinézis, vagyis távolba való mozgásátvitel miatt jelentek meg a padlón. Ezt azzal magyarázták, hogy az arcok arckifejezései változtak, amikor Maria Pereira hangulata változott. A szkeptikusok sokáig azt gondolták, hogy az arcokat ő maga festi, de ennek semmi logikus magyarázata nem lett volna. A hölgy egy egyszerű életet élt, és soha nem kért senkitől pénzt azért, hogy megtekinthessék, tehát pénzügyi vagyonra emiatt nem tett szert. Egyértelmű magyarázat nincs rá, a legújabb feltevések szerint a hölgy fia, Diego rajzolta ezeket az arcokat, de bizonyítékok erre sincsenek.
Lehetséges, hogy valójában egy megmagyarázhatatlan jelenségről beszélünk? 6. A maják proféciája. A maják egyik jóslata szerint a világunknak véget kellett volna érnie 2012. december 21-én. A jóslat alapja az, hogy amikor a maják meghatározták a pozíciónkat a tejútrendszerben, megalkottak egy csillagászati naptárat, melynek segítségével megjósolták, hogy a 2012-es téli napfordulókor a Föld egy asztrológiai fázisba lép majd. Sokan ezt túl dramatizálták, és úgy értelmezték, hogy ez az apokalipszist, azaz a világunk végét jelenti. De ahogy eddig egyik világvége sem, úgy ez sem következett be. Sokszor hallhattunk már ilyen világvége történeteket, az embereket valamilyen oknál fogva ezek mindig lázba hozzák. 7. Stonehenge. A Stonehenge egy legendás emlékmű a neolit korból, amely olyan kövekből épült, melyeket Wiltshire régióból hoztak Walesből. Építésének okai ismeretlenek, a Stonehenge valójában az egyik legnagyobb rejtély a világon. Becslések szerint több mint 5000 éve épült, és valószínűleg ez a legjelentősebb őskori építmény az Egyesült Királyságban. Tudósok szerint a Stonehenge-et 4 szakaszban építették fel. Időszámításunk előtt 3100-ban néhány gödröt ástak egy vallási ceremónia keretein belül, majd 100 évvel később történt a legtöbb változás. A hatalmas sziklákat ekkor hozták ide Walesből, nagyjából 300 kilométeres távolságból. Ahogy a piramisok esetében, ekkor sem találták még fel a kereket. A harmadik szakaszban, időszámításunk előtt 2000-ben még több követ hoztak, de ezeket már sokkal közelebbről, nagyjából 30 kilométerre a helyszíntől. 500 évvel ezután történt az utolsó változtatás, amikor úgy döntöttek az emberek, hogy áthelyezik a köveket és egy patkó alakot formáznak. Rengeteg teória létezik, hogy mi lehetett ez az építmény, vajon egy templom, egy temető, egy csillagvizsgáló, vagy egy ősi naptár? Biztos választ erre már valószínűleg sosem kapunk. 8. Nagylábú. A nagylábú arról híres, hogy túrázókat és vadászokat ijesztget Észak-Amerikában. Az amerikai nagylábúhoz hasonló legenda kering a Himalája régióban, ő nem más, mint a Yeti. A nagylábút úgy írják le, mint egy emberszabású majom, aki a vadonban él, 2-3 méter magas és több mint 200 kiló. Az állítólagos szemtanúk szerint hatalmas szemei vannak, és olyan a feje, mint egy gorillának. Lábnyomai 60 cm hosszúak. Sokak szerint ez mindössze mese, és nincs semmi valóság alapja. Készültek már felvételek róla, de utólag mindig kiderült, hogy valójában egy ember öltözött be egy gorilla kosztümbe. Egy másik jel, ami azt jelzi, hogy a nagylábú nem létezik, az az, hogy egy ekkora testű állatot könnyen észre kellene venni, de mégsem látta még szinte senki. 9. Loch Nessi szörny. A Loch Nessi szörny legendája szerint egy őskori teremtmény lakozik a Loch Ness-tóban, Skóciában. Ami a tavi szörnyeteget illeti, rengeteg van az országban, de Nessi története világhírű szenzációra tett szert. Először 1933-ban került a címlapokra, amiben egy londoni lakos arról számolt be, hogy amikor meglátogatta a tavat, egy rendkívül különös állatot pillantott meg a vízben, ami egy sárkányra hasonlított. Ezután számos ember számolt be róla, hogy látta a szörnyeteget, egy motoros például azt mondta, hogy mikor hazafelé motorozott az úton, ott állt előtte a lény, és amikor meglátta, visszamászott a vízbe. Fényképek is készültek róla, melyeknek az eredetét a mai napig homály fedi. Egy dolog azonban biztos, a legenda számos turistát vonzott a tóhoz. Az egyik teória, mely szerint a szörny nem létezik, így magyarázza az álláspontját. A Loch Ness nagyjából 10 000 éves, és ezelőtt nagyjából 20 000 évig be volt fagyva. A szörnyeteg a legenda szerint több millió éves, így a számok nem stimmelnek. 10. Bermuda háromszög. A Bermuda háromszög rengeteg repülőgép és hajó eltűnéséért felelős, legalábbis a mesék szerint. Florida, San Juan és Bermuda között található. Ez a térség a világ egyik legsűrűbben hajózott része. Az évek során rengeteg eltűnést jelentettek, amelyek ezen a területen történtek, megmagyarázhatatlan, rejtélyes körülmények között. Sokak szerint ezek nem emberi hibára vezethetőek vissza, csak is valamilyen paranormális, megmagyarázhatatlan jelenségek történhettek a háttérben. Valóban kísértett lenne a világunk ezen pontja? Vajon ez egy ajtó egy másik dimenzióba? Félnünk kellene? Nos, valószínűleg nem. Ha az óceán más pontjait nézzük, ahol hasonlóan nagyszámú tengeri és légi forgalom zajlik, akkor megfigyelhetjük, hogy a Bermuda háromszög nem felelős több eltűnésért, mint a többi. Na most, ha már megnyugodhatunk, nyugodtan mehetünk nyári vakációra a Karib-tengerre. Ennyi lett volna a mai videónk. Ti melyik jelenséget találtátok a legérdekesebbnek?
Hisztek az ilyen megmagyarázhatatlan, rejtélyes jelenségekben, vagy szerintetek egyiknek sincs valóság alapja? Ha tetszett a videónk, nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek, iratkozzatok fel. Ha még mindig itt vagytok, akkor nézzétek meg egy másik videónkat is. Na, sziasztok!